Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Transformers Earthrise Voyager Class grapple kerül bemutatásra. Igen. Nos, ez a figura hírhet egy bizonyos kis apróság miatt, melynek hibája jelentősen befolyásolja a figurával való kapcsolatát az embernek. Szóval, ha netán karácsonyra vagy más alkalomra megkaptad ezt a figurát, kérlek, mindenképpen maradj végig ennél a videónál, mert hogy igen fontos részletről van szó. A videó leírásában egy időjegyzéket is találhatsz, illetve egy linket a csatorna Facebook oldalához, melyen képes útmutatóval demonstrálom a hibát és annak korrigálásának mienségét. Ám miért még ahhoz eltérnénk, nézzük is meg, repült így a dobozon belül, láthatjuk, hogy milyen a doboz oldalán őkelmét, illetve a doboz hátulján, hogy 16 lépésből alakul át, ezé a igazán kis dekoratív emelős darús kocsivá. Igen. Az Earthrise ábra, és itt elő pedig repül. Nos, repül ilyen a dobozban, és ilyen a dobozon kívül. Egy kicsikét közelebbről megnézve a dobozát, láthatjuk, ahogy itt a szélén rejtőzik ez a piros kis leolvasó dekódercsék, melynek segítségével dekódolhatjuk a dobozon látható illusztrációknak a kis rejtelmeit. Igazából elég könnyű ezt leszedni, bár arra kell figyelni, hogy lehetőleg a dobozt ne tépje szét az ember, amikor leszedi. Pont erről beszélek. Pedig előző videóimnál már szereztem egy-két ilyen kis piros csíkot, de úgy vagyok vele, hogy leszedem róla, mert hogy talán egy fokkal jobb, és most demonstrálhatom, hogy milyen leszedni egy ilyet. Szóval azért is szedtem le, mert hogy grepül dobozán talán találunk egy kódot, melyel közelebb lehetünk az egyéb kódok és kulcsok megfejtéséhez. Nézzük is meg, hogy segítségével találhatunk-e valami rejtelmes jelet. Hát úgy tűnik, ez a küzdelem hiába való volt, lévén nem tűnik föl semmilyen rejtett üzenet, így hát a doboz kénytelenek vagyunk félretenni a megfelelő és elvárt óvatossággal. Igen. Néhány kamerakorrekció után pedig íme itt van előttünk Earthrise grapple, az ő maga teljes mienségében. Nos, így egyenesen a dobozból kivéve rögtön van egy apróság, melyet érdemes végrehajtani, így mindenféle egyéb mozgatás és illusztris bemutató nélkül, mégpedig len az, hogy az ember megfogja és fölhajtja a kis emelőkét, és egy határozott mozdulattal átfordítja, ugyanis valamiért, legalábbis az én példányomnál fordítva volt rögzítve maga a daru, tehát ez a rész volt előre, és ez volt hátul, pedig fordítva kéne, és utána pedig visszahajthatja az ember úgy a hátára, ahogy lennie kéne, és így a rasnizott rész teljesen szabadon mozoghat, mely a jármű módnál, és esetlegesen a robot módnál is hasznos lesz. Nos, viszont ha már így forgatom, és mesélek róla, akkor ismét megforgatom, ugyanis itt van az a darabka, mely olybá fontos, így a figura minősége véget, mégpedig len ez és ez a két pöcök. Tehát, így rázumolok, ez a pöcök, illetve a másik oldalt ez a pöcök. Ugyanis ezen pöckök egy hangyányit szélesebbek, mint ahogy kell, és egy megfelelő reszelő segítségével az ember könnyedén méretre alakíthatja őket, hogyha az ember ezt nem hajtja végre, akkor sajnálatos módon a figura hibákat produkálhat. Igen, egy szép autóbusz szimbólum a figura hasán. Igen. Szóval, visszatérve a figurára, immáron nyugodtan beszélhetünk róla, mert hogy repül egy érdekes karakter, teljesen megtetszett az ő tobozos, ilyen zömök miensége, és hát ezért is szereztem be így karácsony alkalma adtán. Igen. Ő volt többek közt a fa alatt nálam. Szóval igen, grapple.
Mielőtt még viszont bármilyen egyéb mélységbe, kiegészítőkbe belemerülnék, nézzük meg az ő méreteit, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk kísérletében. Ahogy látható, repül, egészen arányos, hogyha LEGO emberkénket ugye mellkasához tesszük, akkor úgy nagyjából arányosan látszódik, hogy mekkorának is kéne lennie, bár talán egy hangyányit kisebb a jármű mód milyensége, mint sem egy LEGO járművel arányos legyen. Nos, félretéve egyéb emberkéinket, nézzük is meg a leghűségesebb mérőmanóval, hogy repül, robot módban való magassága 17 cm-es, szélességét tekintve pedig len 19 cm-es. Mélységét tekintve pedig, lássuk csak, körülbelül 6-6,5 cm-es. Igen. Itt jegyzem meg, hogy tulajdonképpen egy kibli, ilyen fölös alkatrész, nagyon nincs rajta, nagyon tetszik, nagyon tiszta a robot módja. Igen. Nos, még egy egyéb méltarány véget, íme itt van szériatársa, Earthrise Starscream, és az egyel korábbi Siege szériából egy szintúgy Voyager Class Autobot Springer. Csak hogy lássuk a méltarányait, a dobozra ránézve először én azt hittem, hogy Grapple egy picivel szélesebb lesz, mint Springer, de így fizikailag mellé téve, egymás mellé téve a két figurát, látszik a mérbéli különbség. Szóval, igen, Springer félretéve, még Starscream-mel azért látjuk, hogy test alkati tekintetben azért Grapple egy picikét szélesebb, mint sem Starscream, de azért a teljes méret tekintetében Starscream még így is jelentős méretekkel bír. Nos, félretéve őket, immáron Grapple-re koncentrálhatunk, hogy ő milyen és miként hogyan van. Nézzük is meg közelebbről Grapple-t, hogy elkezdhessük a mozgathatóságának bemutatását. Szóval Grapple feje teljesen szépen ki van dolgozva, vessünk is egy pillantást rá. Az egyedüli dolog, ami bosszant benne, hogy itt a szeménél valahogy úgy van megoldva, hogy ilyen körülötte lévő rész az átlátszik, de maga a szeme nem. Hát, hogyha valaki, ő igazán előnyben részesült volna, hogyha van rajta egy kis light piping a fején, bár így viszont karakterhű végig a feje, melyet körbe-körbe tud mozgatni, hogyha arról van szó. Föl és le sajnos nem igazán, tehát ez az artikulációs pontja egy kicsikét hiányos, zoom oda-vissza, zoom oda-vissza, de ettől elszámítva azért a feje teljesen a helyén van. Ha-ha, erre mindjárt visszatérünk. Vállát tekintve, válla ennyire tud oldalt menni, hátrafele semmi sem akadályozza, szépen körbe tud fordulni mindenféle akadály és alkatrész nélkül. A keze körbe tud fordulni, könyökét tekintve 90 fokban hajlik, csuklója sajnos sok más Earthrise figurához hasonlóan nem mozgatható, de befele mozgatható, erre rögtön ki is térünk majd, hogy arra kerül a sor. Lábait tekintve pedig nagyon szép spágára képes repül, hátrafele teljesen szépen hátra tud menni, előre sem akadályozza semmi, térdét tekintve pedig 90 fokban hajlik. Lejjebb térve, lábát körbe lehet forgatni, térdét említettem, lábfejét ki lehet nyújtani, eléggé szépen ez az átalakítás véget van, illetve oldalra is lehet mozgatni, tehát a pózolásnál igencsak nagy előnye van, és akármilyen meglepő, de repül, torzója is mozgatható jobbra-balra, tehát igazán egy mozgékony nagy figurácskáról van szó. Nos, kiegészítői tekintetében Grapple nem egy, nem is kettő, hanem kapásban hárommal rendelkezik. Az első rögtön rajta van a figurán, itt hátul ez a kis fém tüske, mely a G1-es játék mienségét demonstrálja, mégpedig lenne ez volt az ő kis hegesztőpisztolya, vízágyúja, hegesztőpisztolya. Az ő kis MOLT testvérének, Infernónak volt vízágyúja, az ő viszont hegesztő volt, lévén Grapple eredeti szakmája, funkciója, építész volt az Autobot csapaton belül, illetve Cybertron bolygóján. Ez a kis tüske pedig egy több funkciós eszközként funkcionált a kezén, hogyha átforgatjuk a csuklóját, érdekes módon így jobban ki van töltve az alkarja, mint hogyha nem lenne elforgatva. De ezt a kezét is elforgathatjuk, hogy
Beletegyük a másik kiegészítőjét, ami szerint egy igencsak klassz darab. A szó, ez a fogó. Igen, igen. Mondanánk nem mozog pluszba az a nagy kampó, de ezt leszámítva nagyon klassz kiegészítő. Úgy gondolom nem csak az építkezéseknél használhatja, hanem csatában is teljesen jól jöhet neki. Szóval igen, így mint egy védekező funkció, de hogyha támadásról van szó, akkor se kell félteni repülni, ugyanis visszahajtva valamelyik készfejét, kezébe tehetjük a másik kiegészítőjét, egy klasszikus kis fekete puskáját, így ne, innen nézve, és innen nézve, könnyedén a csuklójába illik írni, és már is harcra készen áll a mérnök. Igen, igen. Szóval összességében nagyon tetszik ez az alternatív mód, nagyon jó kis zömök figuráról van szó, így nem esik szét, nem lötyög rajta semmi, ugye a kerekei lötyögnek, de hát azért megurul, szóval ezt leszámítva egy teljesen jó kis figura, és ugyebár Siege Earthrise figuráról van szó, ezért rendelkezik 1, 2, 3, 4, 5, illetve a másik oldalt is 5 csatlakozó volt, tehát összesen 10 Siege port van rajta alapjában véve, illetve 1, kötőjel 2, kötőjel 3, 4, 4 ilyen battle, illetve 5 ilyen battle damage porttal, tehát hogyha akarjuk, akkor valamelyik Siege effekteket rátehetjük ide, 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 illetve még ide a lábfejére. És szóval igen, csak sok helyen meg lehet lőni szegénykét, hogyha arról van szó. Nos, ezeket a dolgokat mind elmesélve, mozgathatóságát is elbeszélve, kezdjük meg az ő átalakítását. Mert hogy egy viszonylag egyszerű átalakításról van szó, annak ellenére, hogy milyen kis masszívan egybetartó figura. Első lépésként kivesszük a kiegészítőit, és féltesszük őket. Né? Ezt a kis tüskét egyébként ide lehet föltenni, nagyon klasszul, az a kis lyukba, beletesszük ezt a pöcköt, így. Né? És ezután megkezdhetjük az átalakítás főblés lépéseit, többek között, hogy visszahagyjuk a készfejeket. Itt még megjegyzek egy jópofa apróságot, hogy magát ezt az egész emelő részt föl lehet itt hajtani, és ugye a figura robot módban is képes használni ezt a részét. Igen, igen. Ezt még egy pillanat elejéig lent hagyjuk, mert hogy most egy jópofa része a figurának, hátrébb a kamerát, mert hogy az átalakítás során ezt a felső részt ki kell emelni, ígyni, és ezt a részt pedig kinyújtani, ígyni. Ennek során pedig repül, így magaslati levegőt tud szívni. Mérőmonóval meg is nézzük rögtön, hogy így, lássuk csak, már is 22,5 cm-es magasságra tesz szert, hogyha így akarnánk hagyni őkkel mér, de nem vagyunk gonoszak, folytatjuk az átalakítást, mégpedig nem azzal, hogy ezt a részt rögtön kapásból lentről fölfelé fölhajtjuk írni. Ezt követően ezt a részt nyújtva hagyjuk, kezeket előre tartjuk írni, és a kezeket úgy, ahogy vannak, így átforgatjuk, egyszer kötőjel kétszer, kézfejeknél pedig úgy kell hajtani, hogy maguk lyukok lefele nézzenek, így. Ezáltal fölül lesz ez a két pöcök, szóval a két pöcköt pedig fölülről összenyomjuk. Így. Ha ez megvan, ez a rész ki van nyújtva, akkor jöhet az alsó résznek a fölhajtása, így. És ez a nagy fölhajtást azt követi, hogy lábfejet föntről lehajtjuk egyszer, kötőjel kétszer. És itt jön ez az ominózus darabka, melyről korábban beszéltem. Hogyha a figurán nem végzed el azt az apró módosítást, hogy ezt a részt, ezt a két kis pöcköt ledarálod, hogy lecsiszolod, akkor sajátos módon ebbe a két lyukba, itt a lábfején lévő lyukokba nagyon hajlamos bele akarni, illetve bele törni ezt a darabka. Sajnos ez egy gyári hibája a figurának, nem mondhatom, hogy csak az én figurám nem jellemző, hanem ez több emberke is visszajelezte ezt, tehát mindenképpen érdemes ezt a két darabkát lereszelni, nem teljesen, csak egy icike-picikét, ahogy itt is látszik, hogy ott éppen csak le van reszelve, hogy szépen
könnyedén belemehessen darab, és itt pedig arra figyelünk, hogy ez a két pöcök rögzítse a kezet, ezek után pedig nincs más, már más dolgunk, mint sem, hogy ezt az egész részt, illetve még előtte, előtte fölhajtjuk ezt a részt, így, és utána nyomjuk bele. Így, helyén is van, minden össze is áll, és íme itt van, grepül az ő maga, így, jármű üzemmódjában. És mit nem mondjak, nagyon kedvelem ezt a jármű üzemmódot, ez is hasonlóképpen masszív, hasonlóképpen kis helyes kis jármű mód, mint sem a robot módja volt a karakternek. Igen, igen. Nos, tegyük is le, állítsuk be a kamerát, állítsuk be a fényerőt, ne rázgassuk, mint hogyha popcorn lenne, így ne. És megnézhetjük, hogy grepül ezen módjában mekkora, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk, LEGO technik emberkénk véget ígyni. Korábban említettem ugye, hogy LEGO emberkével arányos valamilyen szinten, hát érdekes módon így jármű módban, igaz, építhetnénk egy akkora markolót, mint sem markolót, darús kocsit, mint sem ő LEGO-ból, de azt kell, hogy mondjam, hogy kicsikét talán zsúfolt lenne egy ilyen LEGO emberke számára, az egy picit magasabb is lenne a gumik véget. De félretéve őket, megnézhetjük, hogy igen, grepül, képes és gurul ezen módjában, ahogy egy járműnek azt kell, mely rendelkezik kerekekkel. Igen, igen, bár érdekes módon itt elől az előső kereke maga a gumiforog, és nem pedig maga kerék úgy, ahogy van. Eléggé, mit nem mondjak, érdekes megoldás, de tagadhatatlan egy megoldás, tehát maga a belső rész nem fog, csak a idézőben gumi. Szóval, igen, hátul ez a probléma nincs, és akármennyire is kicsinek tűnnek a kerekek, mégis teljesen kulturáltan tud menni a kis autó. Igen, igen. Nos, nézzük is meg, hogy mekkora, kedvenc mérőmanunk segítségével. Nagyon mozgatom a kamerát most. Hosszúságát tekintve grepül 15,5 cm-es, szélességét tekintve alig 5 cm-es, és magasságát tekintve pedig, lássuk csak, így mindenféle kinyújtás és egyebek nélkül, daróval a hátán 6 cm-es. Igen, igen, de karakteréhez híven a G1-es első megjelenésében, a rajzfilmes első megjelenésében legfőbb szerepe az volt, hogy most nem emlékszem, hogy Houndot vagy Cliffjumpert, talán Houndot kiemelt egy szakadék mélyéről, és ehhez nem volt más dolga, mint sem megemelje az ő daruját, és kinyújtsa azt teljes hosszúságára, majd a kis kampót leengedve képes volt felhúzni a pozitív értelemben cimboráját. Igen, igen. De ezt a daruját képes szép magasra felállítani. Így, illetve állítani kéne kedve szerint. Szépen körbe lehet forgatni, és hogyha ez a daru teljesen ki van nyújtva, nagyon nem akar egy helyben maradni, így, akkor a teljes magassága, lássuk csak, 19 cm, bár éppen kilóg a képernyőből, így, na ott van, 19 cm. Így, hogyha nagyon belelú, kiemeljük a kis részét, akkor 20,5 cm-es. És úgy veszem észre, hogy a videó is 20,5 perces lesz, de ez félretéve, ugye itt van a kis kampó, szépen körbe lehet forgatni, és hogyha akarjuk, a robot módban használt kampóját erre a kis pöcökre rátehetjük, ebbe a lyukba beletehetjük, és így jármű módban is használhatja ezt a nagy építkezési kampóját, illetve értelemszerűen a kis pöckét is, illetve a puskáját is, mely igencsak szórakoztató eredményt ad. Igen, a fölfegyverzett daru. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Igen, így lehet belőle valamilyen munkaeszköz. Igen, hogyha kevésbé destruktív dolgokra gondolunk. De igen, összességében ilyen lenne Ultraz Grapple az ő mindenféle kis problémájával, és
egyéb dolgával, de végeredményképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon kedvelhető kis jármű, illetve robotmóddal rendelkezik, és igen, a hibái ellenére, melyeket feltétlenül korrigáljon az ember, hogyha beszerzi, egy nagyon szerethető kis figura, úgy hozzám nőtt ez alatt a pár nap alatt, még így karácsony óta megvan. És itt megjegyzem, hogy ha netán valakinél beragadna ez az alkatrész, és nem akar kijönni, mindenképpen valamilyen tompa műanyag eszközzel nyúljon be, és azzal emelje ki először az egyiket, majd a másikat, ahhoz, hogy itt kiszedhesse a darabot, anélkül, hogy eltörje. Nagyon egyszerű dolog, de nagyon érdemes figyelni rá. Szóval, igen, ez lett volna Earthrise Voyager Class grapple bemutatója. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, amennyiben tetszett, itt hagyhatsz lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt teheted meg, és amennyiben ilyen és hasonló videókra vagy kíváncsi, itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és továbbiakban is boldog új évet, és a legjobbakat kívánom mindenkinek 2021-re is. Sziasztok!